Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszele című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A harmadik helyen végzett az NKS a lány junior bajnokság B-döntőjében. Arany pillanatok címmel az aranycsapatról nyílt kiállítás Máté Szalkán. Kiesett az NB1B zöld csoportjából a Nyíkcseszeg Fűbútor csapata. A harmadik helyen végzett a lány junior kosárlabda országos B-döntőben a Nyíregyházi Kosársuli Együttese Farkasinszky Gyuláni csapata a bronzmeccsen hosszabbítás után 78-77-re győzte le az Eltebe a Cújbuda csapatát. 8 csapat lépett pályára a Nyíregyházi Szent Imre csarnokában, hogy eldöntse 9-16-ig a helyezések sorsát. A házigazda NKS 65-47-re legyőzte a Soproni Akadémia B-csapatát, majd 66-63-ra kikapott a Győri Akadémiától. A torna bronzmeccsén a Beasz Újbuda Akadémia ellen 40 perc alatt nem született döntés. A hosszabbítás végén egy hármas követően a fővárosiak már ünnepeltek, de volt még hátra szűk 2 másodperc. A hazaiak 2 büntetőt harcoltak ki, és Dobó Lilla keze nem remegett meg, mindkettőt bedobta, így egy ponttal a Nyíregyházi Kosársuli nyerte a találkozót. Nagyon hullámzott ez a mérkőzés. Tehát sikerült elmennünk 10 ponttal, aztán visszajött az ellenfél. Tehát az igazság, hogy fejben nem mindig voltunk ott, ahol ott kellett volna. Ott, amikor átmentünk egy olyan görcsös játékban, ami nem kellett volna. Az volt a szerencsénk egyébként, hogy már most több játékosunk vállalkozott, több játékosunk tudott olyan teljesítményt letenni az asztalra, ami szerintem egy ilyen döntőre való. Amikor beszélgettünk a döntőről, azt mondtad, hogy remélet egy meccset nyertek, 4 között lesztek. Nem csak hiányzott a döntő sem, hiszen 3 ponttal kaptatok ki a Győrtől. Mennyire fájó volt az a vereség? Az igazság, hogy nagyon fáj. Tehát évek óta ezzel szenvedünk, hogy a junior országos döntőkön jön a Győr, és valamilyen szinten mindig kének le a sajtot a szánkból, tehát mindig ilyen szoros mérkőzéseket játszunk, tehát egyszerűen olyan, mintha valami fóbiánk lenne, egyszerűen nem tudjuk ezeket a mérkőzéseket megoldani. Ha úgy nézzük, hogy 3 pont, akkor azt mondjuk, hogy hú, de szuper, 3 pont volt közben, csak játszottunk egy nagyon jó mérkőzést, de az a baj, hogy egy olyan mérkőzést veszítettünk el, ami nyerhető lett volna. Tehát ha csak egy icipicit lettünk volna ott fejben, akkor szerintem minden egészen másként alakulhatott volna. A hangulatot halljuk, meghallottuk a meccsen, milyen volt a színvonal? A játék színvonala az igazság, hogy szerintem mindkét csapat nagyon sok hibával játszott, és túlzottan agresszív volt szerintem maga a védekezés, ami a pályán volt, és ebből, hogy amikor megfújták azokat a fautokat, amik valóban fautok voltak, akkor az nagyon zokon vette a edzői társadalom, a pályán lévő játékosok, de leginkább a szülők vették nagyon zokon ezt az egészet. Tehát nem igazán olyan szurkolás volt, ami szerintem egy kosárpályára való. Én úgy gondolom, hogy gyerekekkel így nem lehet bánni. Arra nem beszélve, még egyszer hozzáteszem a játékvezetést, azt nem mi kértük, a játékvezetést mi kaptuk. Tehát innentől kezdve, hogy a játékvezető hogy ítélt és mint ítélt, sok esetben nekem is fájóan ítélt. Ettől függetlenül nem kezd el az ember kiabálni, és főleg a másik csapatot nem kezd ilyen hangnemben és ilyen stílusban minősítenek. Az egész torna színvonal milyen volt, amely a játékot illeti? Én úgy gondolom, hogy egy színvonalas tornán voltunk, mert nagyon sok olyan mérkőzés volt, ami szoros mérkőzés volt, sőt a mai nap minden mérkőzés szinte hosszabbításos mérkőzés volt. Az első mérkőzés volt az, ami nem volt hosszabbításos, a másik két mérkőzés az hosszabbításos volt, hát meglátjuk, hogy az utolsó mérkőzésen mi lett. Én úgy gondolom, hogy akik itt voltak, azok mind nagyon jól érezték magukat, legalábbis ez a vélemény, hát hogy most ez az egy csapat, aki most éppen vesztesen hagyja el a pályát, hogy ő mit fog vélekedni, ez már egy másik kérdés, de mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csapatok úgy menjenek haza, hogy jó érzéssel, hogy megismerjék itt Nyíregyházát, ajánlottunk nekik programokat, merre menjenek, mit csináljanak, igyekeztünk nekik kisebb ajándékokkal is kedveskedni. Reméljük, hogy ez a legtöbb csapat úgy ment haza, hogy jól érezze magát, és legközelebb is szívesen jön vissza hozzánk. Az első néhány szót a hazai szurkolókról, és a gyerekek nagyszerű hangulatot varázsoltak ide a csarnokba.
Ez volt a célunk, hogy a kisebbek mindenféleképpen lássák az, hogy mi az, ahova fel kellene nőni, mi az, amit nekik is el kellene érniük, és milyen szinten kellene kosárlabdázni, mert ugye csak itt, amikor itt a saját kis közegükben mozognak, akkor ők az első tudják képzelni, hogy itt milyen a hangulatot lehet, és mit lehet elérni. Az volt a lényeg, hogy ezek a gyerekek szívvel, lélekkel oda tették magukat, hogy szurkoltak, hogy élvezték minden pillanatát ennek a mai napnak, és valójában ez volt a célunk, hogy ezt elérjük. Elértük, voltak benne vidékről gyerekek, nyíregyházi gyerekek, és én úgy gondolom, hogy valahol a kosárlabdázásnak ez lenne a lényege, hogy mindenki itt legyen, együtt legyen, jó hangulat legyen, békében, barátságban kosárlabdázunk, és ne arról szól, hogy most ellenségeskedünk, hanem győzött a jobbik, kész, ennyi, tovább megyünk, aztán megpróbálunk a következő mérkőzésre úgy felkészülni, hogy akkor mi legyünk majd a lehető legjobbak. Ezzel a meccsel befejeződött a szezon, vagy van még valamelyik csapat, korosztályi csapat, amelyiknek meccse van? A NB1 junior befejezte, a serdülő kadettek, U12-ünk az még mindig tovább versenyez, az U14-ünk jövő héten utazik Zalakorosra, ugyanúgy egy országos döntőre, az U12-eseink Budapestre utaznak az U12-es döntőre, és a kadettjeink még mindig vívják a régiós küzdelmeket, ők most a régiós döntőn fognak részt venni, majd a következő, nem következő, két hét múlva lévő hétvégén, innentől kezdve még mindig valahol talán június közepén be is fejezzük ezt a bajnokságot. Gratulálunk, egy hosszabbításos meccsen szereztétek meg a B-döntőben a harmadik helyet. A helyén volt a szíved a végén, 45 percet voltál a pályán. Hogy élted meg ezt a meccset? Egy hullámvasút volt az egész, viszonylag jól kezdtünk, aztán belealudtunk a mérkőzésbe, és így futottunk az eredmény után egész végig. Majd nem sikerült megszereznünk a győzelmet rendes játékidőn belül, de a hosszabbításban ott volt az egész csapatnak a szíve, és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Elégedett vagy ezzel a harmadik helyen, hiszen egy nagyon szoros meccsen kaptatok ki attól a Győrtől az elődöntőben, amelyet korábban kétszer is legyőztetek. Elégedett sose lehet az ember, viszont így, hogy ezt a meccset megnyertünk így inkább, de szerettem volna egy döntőt játszani. Milyen volt amúgy a csapat belülről, hogy látod a pályán? Az látszott, hogy rád külön figyeltek, ugye egy picit talán több levegő volt a többieknek. Próbáltam, amikor lehetett osztogatni a többieknek, de ez nagyon sokszor nem sikerült, és muszáj volt magamra vállalni a dolgokat, de nagyon jó közönség volt. Milyen volt a hangulat, milyen volt a csarnokban játszani ezen a három napon? Nagyon jó volt, kijöttek a gyerekek is, a szülők is, más emberek szülei is jöttek, nagyon-nagyon jó hangulatot csináltak, szurkoltak, biztattak bennünket, enélkül nem sikerült volna. Neked ezzel még nincs vége a szezonnak, messze nincs, hiszen következik a válogatott edzőtábor, hogy néz ki a nyarad? Május 30-án megyek Székesfehérvárra edzeni, majd szlovénokkal játszunk egy edzőmeccset, majd kimegyünk Spanyolországba edzőmeccset játszani, aztán játszunk itthon a szerbekkel, és utána megyünk Törökországba Európa-bajnokságot játszani. Tavaly nagyon jól sikerült a válogatott beli szereplésed, mind az EB-n, mind a VB-n. Most milyen szerepre számítasz? Remélem, hogy ezért ez a szerep megmarad, de hát ez nem rajtam múlik. Arany pillanatok címmel nyílt kiállítás Máté Szalkán. A tálat a legendás aranycsapat korába repíti vissza a látogatókat. Éppen 70 éve annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott megnyerte az Európa kupát, miután a fináléban 3-0-ra legyőzte Olaszországot, Hidegkuti, illetve Puskás kétszer találta kapuba, és ez egy szenzációs eredmény volt. Ugye az Európa kupa volt az Európa bajnokság elődje, akkor 5 csapat versengett közel 5 éven át oda visszavágós alapon. Akkor nevezte el Szepesi György ezt a gárdát aranycsapatnak, amely azóta is végigkíséri az ő történetüket. Nagyon kevés alkalommal játszottak ebben az összeállításban, de az aranycsapatra mindenki úgy emlékezik, mint a valaha volt legjobb magyar gárdára. Itt látható az olimpiai aranyérem, a világbajnoki ezüstérem, különböző relikviák a játékosoktól, Puskás Ferencnek a gólkirályi címeért kapott kupái, amelyet a Real Madriddal szerzett, de a 75. válogatottságára kapott kupa is megtalálható. Azon kívül Grosics Gyulának, Buzánszki Jenőnek a hagyatékából mutatunk be részleteket, csak úgy, mint a többiekéből. 2011-ben jött létre a Puskás Intézet, éppen azzal a céllal, hogy az országban, illetve a világban bemutassa az aranycsapat legendáját, és ennek teszünk eleget most itt Máté Szalkán is. A kiállítás Magyarország számtalan nagyvárosában megfordult már, külföldön voltunk Angliában, Spanyolországban, Madridban és Barcelonában is, mert Barcelonában is szívesen fogadják Puskás Ferencet. Ma például emlékezünk arra, hogy Kubala László 21 éve halt meg, aztán holnap lesz az évfordulója annak, hogy Puskás
Gulyás Ferenc 4 gólt rúgott a Frankfurt ellen a Real Madrid színeiben a bekdöntőben, 7-3-ra nyert a Real Madrid együttese, tehát mindig van mire emlékezni. Ebben az esztendőben például majd november 25-én lesz 70 éve a szenzációs győzelemnek az angolok ellen, amikor 6-3-ra nyertünk, és az a labda, amivel készültünk erre a meccsre, mert Angliában más labdák voltak, az is megtalálható itt a kiállított tárgyak között. Az az igazság, hogy nagyon sok olyan relikvia van már nálunk, amivel óriási kiállításokat tudunk készíteni, de mindig felbukkannak újabb darabok, és ezeket igyekszünk beszerezni. Most már az a jó, hogy keresnek is minket, de nagyon érdekes, hogy például Sebes Gusztáv füzete, amiben leírta, hogy hogyan kell megverni az angolokat, az is itt látható egyébként, hogy hozzánk került, de egy másik füzete, amiben edzésnaplót vezetett, az pedig egy padlástakarítás során került hozzánk, éppen katonai relikviákat keresett valaki, aki a kezébe akadt, megkeresett minket, úgyhogy ez is eljutott hozzánk szerencsére. A Máté Szalkai MTK-ban 16 utánpótlás csapatban rúgják a labdát a fiatalok. A kiállítás megnyitóján ott voltak annak az együttesnek a játékosai is, amelyik a jövő héten Kaposváron a Diák Olimpia országos döntőjében képviseli majd a vármegyét. Az MMTK elnöke, a város alpolgármestere Torma Tamás kiemelte, hogy az aranycsapat sikerei az egész világon ismertetették Magyarország nevét. Öröm számunkra, hogy itt a Máté Szalkán a Szatmári Múzeumban helyt tudunk adni egy olyan kiállításnak, ami azt gondolom, hogy a barcelonai királyi palotától megkezdve a zürichi FIFA múzeumon át, a Magyar Nemzeti Múzeumon keresztül sok-sok település eljuthatott, hiszen Helsinki olimpiai bajnokait ünnepelhetjük itt, és azokat a relikviákat tekinthetik meg az ide látogatók, akik az arany pillanatokat idézték nekünk. Ezek nem is arany pillanatok, úgy gondolom arany évek voltak, arany percek voltak, arany hónapok voltak, amelyet a Puskás-féle aranycsapat biztosított a magyar emberek számára. Puskás neve ikonikus a világ labdarúgásában, és azt gondolom, hogy a magyar szavak között, ha egy idegen megkérdezünk, akkor biztos, hogy egy néhány szó ismétlése után a Puskás név is közte lesz azok között, amelyek Magyarországot juttatják eszébe. Ez a kiállítás itt most Szatmár fővárosában Máté Szalkár érkezett, aminek nagyon örülünk, és apropóját adta annak, hogy most ugye itt május vége felé, május közepén a különböző bajnokságok záródnak, és a Máté Szalka MTK 16 utánpótlás csapattal dolgozik a magyar labdarúgásban. A legkisebbektől ugye a 19 évesekkel bezárólag, és a mai kiállításunkon tiszteletét tette a legkisebbek képviseletében, azaz U8-as és U7-es csapat, aki a múlt hét végén a regionális bajnokságot megnyerte itt Máté Szalkán. Ugyanakkor itt volt az a csapat is, aki Diák Olimpiai országos döntőbe jutott, és ez nagyon fontos Máté Szalkának, fontos a Széchenyi Általános Iskolának, hiszen az ő csapatuk képviseli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, a régiót, és természetesen az intézményt is Kaposváron jövő héten megrendezésre kerül, harmadik korcsoportos labdarúgó diák olimpián. Tehát vannak utánpótlásra okot adó reményeink, sok-sok edzővel dolgozunk, sok-sok diákot, gyereket vonnak be ebbe a programba, és hát ahogy a múlt a mai napon visszatekint itt a kiállítás során, és olyan emlékeket idéz fel, amelyet ezek a gyerekeknek a szülei ismertek leginkább. Nagyon remélem, hogy a jövő vonatkozásában ezeket a múltbéli eseményeket megismerve a jövő letéteményesei lesznek ezek a labdarúgók, akik itt a Máté Szalkai MTK szakosztályán belül pallérozódnak. Újoncként nem sikerült bennmaradni az NB1-B zöld csoportban a Nyitja Szegfűbútor együttesének. Az elmúlt szezont az egyesület elnökével és a csapat vezetőedzőjével értékeltük. Ez óriási terhet jelentett az egyesület számára. De nyilván a tapasztalatok terén én úgy gondolom, és az imidzset tekintve megérte. Azért országos szinten megmérettethettük magunkat felnőtt bajnokságban, és igaz, hogy még az utánpótlás korú játékosaink nem állnak készen egy ilyen szintű bajnokságban jól szerepelni, de számukra is hasznos volt, és mondjuk az U18-as csapatunk küzdötte végig az U20-as bajnokságot a felnőtt mellett, ami azt gondolom, hogy egy hihetetlen életre szóló élményt jelentett a fiúknak, ráadásul az U18-as bajnokságban előnyükre volt, hiszen egy más játékrenddel, egy keményebb bajnokságban való szerepléssel sokkal jobban tudtak küzdeni, és sokkal jobban tudtak játszani a regionális U18-as bajnokságban.
A felnőtt csapat nyilván a keret az MB2-re épült, és az MB2-es csapat kerete vállalta a megmérettetést az MB1-B-s bajnokságban. Sajnos a bajnokság elején főleg, legfőképpen óriási, hogy mondjam, meglepetés ért minket, mert ez a bajnokság nem olyan gyenge színvonal, mint ahogy ezt gondolnák, hogy harmadik vonal. Nem, ez egy sokkal erősebb bajnokság, nagyon jó utánpótlás csapatok vannak benne, vagy utánpótlás korú játékosok, akik már itt bontogatják a szárnyukat, adott esetben az NB1 A csoportra hajazva. Tehát, hogy egy keményebb színvonallal találkoztak játékosaink, és ugye ehhez fel kellett nőni. Ehhez több hónap kellett, a bajnokság végén már voltak nagyon küzdelmes és érdekes mérkőzések. Igen, hazai pályán sokkal jobbak voltunk, ez köszönhető egyébként a közönségnek is, akiknek itt szeretnék nagy köszönetet mondani, hiszen a régi idők kosárlabda hangulatát idézte adott esetben sokszor az MB2-es vagy az MB1-B-s mérkőzés, de hát tavaly is már az MB2 végén is a közönség, a nyíregyházi közönség nagyon lelkes volt, és a kosárlabda szeretők rendszeresen kijártak a mérkőzéseinkre. Ez is egy nagyon nagy pozitívum volt, és sok erőt adott. Sajnos szerencsénk nem volt a bajnokságban sok esetben, hiszen azokat, akiket hoztunk ide, idegen légiósok, lesérültek, vagy hazamentek, megsérültek már itt adott esetben, akár az első edzésen is, tehát ilyenre is volt példa. Ez mind költség volt számunkra, ugyanakkor játszani és a játékukból adódóan hasznot nem tudott hozni a csapat, úgyhogy ez is nagyon-nagyon nehezítette azt, hogy jól szerepeljünk. A cél a bennmaradás volt, sajnos nem sikerült, az utolsó helyen végeztünk. Nyilván itt már a szövetségen múlik az, hogy milyen felállásban és hogy fogja kiírni az NB1B zöld csoportos bajnokságot a versenykírásban, illetve tőlünk, hogy azt az anyagi hátteret meg tudjuk-e teremteni, ami ehhez a bajnoksághoz szükséges. A felnőtt csapat ugye a piramis csúcsa, de egy egyesületről van szó, hogy néz lefelé az a lépítmény? Ha lefele nézek, az sokkal jobb képet mutat, mert hogy tavaly 13 utánpótlás csapatunk volt, akik korosztályos bajnokságokban szerepeltek, de ehhez még több palánta csapatunk is volt, akik felkészítő csapatoknak minősülnek, de idén pedig még több lesz, tehát 4-5 csapattal még több utánpótlás csapatunk lesz. Ami az elmúlt szezont illeti, U12-es csapatunk a héten utazik egyébként, hiszen megszerezte a jogot arra, hogy az országos szakmai döntőben részt vegyen, tehát az ország legjobb 16 csapata közé jutott, és ez U12-ben ez hatalmas siker, én azt gondolom, Nyíregyházáról egyedüliként ebben a korosztályban. Bízunk benne, hogy az ő vonaluk, az ő érájuk már egy olyan jól felkészített kosárlabda vonal lesz, és gárda lesz, akik majd később is komoly sikereket tudnak országos szinten is elérni. Ezt már látjuk az U11-es csapatainknál is, hiszen ők is épp hogy lemaradtak az országos dzsamburiról. Tehát bízom benne, hogy ez az utánpótlás vonal, amit elkezdtünk építeni, nagyon jó edzőkkel és sportszakemberekkel. Én azt gondolom, hogy ez néhány éven belül meg kell, hogy hozza a gyümölcsét, hiszen már látjuk, hogy kezdenek beérni ezek a játékosok. Ehhez próbálunk most minden erőnkkel hozzáállni, és mindent megtenni. Egyre többen jelentkeznek is, tehát már az egyesület sikerein felbuzdulva, és játékos és utánpótlás nevelését látva egyre többen jelentkeznek és jönnek és szeretnének sportolni a Nyikse utánpótlás csapataiban. Nagyon szívesen fogadjuk őket. Most már hál' Istennek eljutottunk oda, hogy a következő évadban már nem feltétlen a mennyiségi utánpótlás nevelésre kell nagyobb energiát fordítanunk, hanem a minőségire, és több válogatás, több szelekció, és a kiemelt csapatoknak pedig több figyelem. Amikor az elmúlt év őszén beszéltünk, te is kíváncsian vártad, hogy milyen lesz a csapatnak a bajnoksága a zöld csoportban. A végeredményt tudjuk, hogyan élted meg ezt a néhány hónapot, értek a meglepetések? Mi már a szezon előtt már tudtunk, hogy nehéz lesz, mert mi akartunk kezdeni ez a szezon, ez a játékos, aki már NB2-be játszott, nem akartunk valami
igazolni, mert se budget nem volt, és valami. Ez a Nyíregyházék, aki mi régen már próbálták valahol karrier építeni, és nem nagyon sikerült, és most MB2-ben is játszott. Ezek a játékosok akartunk használni. Jött utána még ez a Cvin, Patrick, és ez a fiatal francia játékos, Misi, aki is megsérült már első edzésen, és nem tudtunk használni egy meccse. Így, hogy ez volt a cél, mert ez volt a budget. Mi privát csoport vagyunk, és ez a baj, hogy mi nem tudtunk, én nem tudtam, milyen erős ez az a csapat. Én gondoltam, hogy ez jó munka és ez jó stratégia, tudunk bemaradni. Ami nem nagyon hiányzott, hogy bemaradunk, egy apróság, nem volt se szerencse, nem volt se semmi. És pedig most tudom mondani, hogy egy-kettő minőségebb, játékosabb, ami vezér legyen, és aki tudtok tolni másik csoportás is, simán tudunk bemaradni. Most már ezt tudom. Így, hogy ez a realitás sajnos, pedig még mindig kezembe volt, tudtunk így is bemaradni a ligát, csak tényleg nem volt szerencse. Egy pár jó meccs játszottunk, volt is meccs, akin nem voltam nagyon boldog, mert amit én kértem, a csapat harcolás és magas energia mindig be kell rakni a pályán, és ha a másik csapat jobb, akkor gratulálunk és menjünk tovább. Csak volt pár meccs, amit tényleg mérges is voltam, mert nem láttam, hogy mindenki harcol a pályán. Így, hogy a végig most tudom mondani, ez az a sajnos realitás, ez a csapat, ami nálunk volt, ez a realitás. Ha pozitívumokat akarunk keresni, mit lehet kiemelni? Tanulni kell valami ez a szezon. Minden ember csinál hibá, nem tudom, akkor valami kell tanulni ez a hiba. Én is, mint a edző, játékosok, minden. Valami cél is kell, hogy legyen a cél. Ha a játékos nincs a cél, akkor sem munka nem lesz jó. Én nem nagyon láttam, hogy nagyon cél van a játékosok. Most fogom beszélni a fiatal játékosok, mindig kell egy cél, és akarsz oda menni, akkor dolgozni kell. Munka nélkül nem tud semmit csinálni. Legyen ez a pozitív, hogy most már mindenki, minden játékos látja, hogy ez mit kell csinálni, hogy jobb legyen. Legyen ez a pozitív valami. És oké, még egy rész pozitív tudom mondani, hogy volt egy pár meccs, amit otthon, mi otthoni csapat voltunk, sajnos, mint a mindig Nyíregyházi csapat, még régen, mikor játszottam, mi mindig házai csapat voltunk, mikor mindig vicceltem, mikor a Nyíregyháza vége tábla van, teljesen másik csapat néz a pályán. Így, hogy otthon tényleg pár meccs nagyon erős, és jó játszottunk pár meccset. A zöld csoport ugye a harmadosztálynak felel meg, te hogyan látod, milyen volt a színvonal? Látom, hogy ott van fiatalok. Ez a csapat, aki van saját fiatal, vagy egyetemisták, ők tudtok jól játszani. Mert nem kell budget is, nem kell fizetni neki lakás, kaján, stb. Így, hogy ez a csapat mindig ott van a tabella, a playoff. Nálunk nem volt ez, mint nálunk, oké, van itt egyetem, csak nincs kosarasok, hogy nem tudom használni, se nik sem most, mi csak most kezdünk építeni utánpótlás saját játékosok, kell egy 5-6 év, hogy tudom produkálni magát saját játékosok, így, hogy mi összeszedtünk ez, aki volt itt, nem akartunk, amit mondtam, nem akartunk igazolni, és a budget nem engedi, hogy tudunk igazolni, erősíteni valami külföldi, mint mondtam egy példát, Tiszaújváros. Ott volt egy budget, mint egy városi csapat volt budget, mint a, nem tudom, első osztály, és tudod választani és építeni a csapat. Mi összeszedtünk, ami ott volt, és így építünk a csapat. Az edzői pályád elején jársz, mik a terveid a jövőt illetően? Hát figyelj, nekem ez a tavaly szezon még játszottam, ez is szeretem mondani, lehet, hogy
Csak ez reális teljesen, most láttam, mi volt a bajnokság. Én ez a szezon még a pályán be vagyok, mint a edző játékos, ez a csapat sima bemarad a liga, sajnos. Ez volt, csak én eldöntem, hogy szeretem építeni már edzői karrier, és már idő volt, hogy kezdtem ezt csinálni, és ez ezt szeretem mondani, hogy minden kezdő edző jó legyen, ha először dolgozik ez a csapat, mert szeretem bárhol más leszek, ami picit jobb minőség lesz, és komolyabb cél lesz, akkor nekem csak szeretem könnyebb lesz bármit csinálni. Így, hogy szeretem minden edző kezdés legyen ez a lépés, nem azonnal, hogy kapsz nem tudom milyen minőség csapat. Mindenki kell, így alul kell kezdeni, és nekem nagy iskola volt, és nekem csak segíteni fog ez a szezon. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra.